A hagyományoknak megfelelően idén is együtt fogadta a meghívott vendégeket Gelencsér András rektor és Porge Gyula polgármester. Idén a köszöntő beszédet dr. Navracsics Tibor, Veszprém korábbi országgyűlési képviselője, jelenleg az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa tartotta. Miért vagyunk együtt? Miért jönnek össze az emberek azért, hogy közösen is, együtt is elindítsák az új évet, együtt is jó kívánságokat mondjanak egymásnak, hogy valóban boldog új évet kívánjanak egymásnak. Részben nyilván udvariasságból. Jó udvariasnak lenni, és jó a másiknak jót kívánni, hiszen remélem, hogy nincs itt a teremben senki olyan, aki a másiknak rosszat akarna, vagy éppenséggel rosszat kívánna. De egy kicsit talán azért is, mert mindannyian azt is tudjuk, hogy ha másiknak boldog új éve lesz, akkor nagyobb az esélye, hogy nekem is boldog új évem lesz. Vagyis azért jövünk össze, mert egy közösséghez tartozunk. Mert a boldog új év, az egyén boldog új éve, az nem csak egyéni teljesítmény, hanem közösségi teljesítmény is. Közösségi teljesítmény azokkal, akikkel együtt élünk, akikkel szeretjük egymást, akikkel együtt dolgozunk. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Én azt kívánom önöknek, hogy boldoguljanak jól idén, de ami talán még fontosabb, hogy egészségben tegyék mindezt, és jövő ilyenkor mindannyian legyünk egészségesek. A köszöntőt követően a német Kira Smallcast-ra együtt a zenéjét elvesztettük. A német Kira Pingitzer Szilárd, Sile Kornél, Nagy Ferenc felállású zenekar elsősorban klasszikus jazzzenét játszik, de gyakran pop, rock és soul dalok átiratait is becsempészik műsorukba. A Budapest Jazz Club visszatérő fellépői, de júliusban zenéltek a Veszprém Rosé Riesling és Jazz Fesztiválon is. Remember that you want the kind of thing that money just can't buy. Cause I don't care too much for my name. I'd again buy me love, love. A kocintást követően Gelencsér András rektort és Porga Gyula polgármestert kérdeztem a 2017-es évvel kapcsolatos várakozásaikról, és arról, hogy a kormányzat egy átalakítási szándék keretében a Georgikon kart a Gödöllői Szent István Egyetemhez csatolná. Reméljük, hogy 2017 a fejlődés éve lesz, ehhez minden alapunk megvan, mert 2016-ot nagyon eredményesen zártuk a pályázatok szempontjából. Nagyon sok fejlesztési forrást nyertünk el 2016 második felében. Ezeknek a pályázatoknak a megvalósítása 2017-től indul, és tulajdonképpen 4 évre biztosítják az egyetem fejlesztését, illetve bővítési lehetőségeit. Reméljük, hogy ezekkel a lehetőségekkel fogunk tudni élni, és legalább annyira sikeres esztendőt zárunk, mint a 2016-os esztendő volt. Hát a Pannon Egyetemet érinti a tervezett átszervezés, hiszen a Georgikon kar az a Pannon Egyetem szerves része. És nyugodtan mondhatom, hogy szerves része, hiszen ez a kapcsolat most már nem csak az elmúlt 16 évben létezett, hanem azt megelőzően is számos olyan közös kezdeményezés volt, amelyet az akkor még 2 független intézmény együtt valósított meg. Ezt a kapcsolatot megbontani, egy jól működő, eredményes intézmény egységét megbontani, ezt nem tartjuk szerencsésnek, és hát nyilván a lehetőségeinkhez képest mindent elkövetünk azért, hogy a Pannon Egyetem egyben maradjon, és egységes maradjon, és olyan sikeres lehessen, mint az elmúlt években volt. Én nagyon fontosnak gondolom, és talán az elmúlt időszakban tudnék is jó példákat felsorolni, ami egy közösségnek az erejét akkor tudjuk igazán megmutatni, mert akkor tudunk igazán sikeresek lenni, hogyha figyelünk a másikra, hogyha az együttműködési hajlandóság, az együttműködési készség, a nyitottság és ehhez mindenképpen szükséges bölcsességgel rendelkezünk, akkor lehetünk igazán sikeresek. Én nagyon bizakodó vagyok a 17-es évet tekintve, hiszen számos olyan feladat, kihívás áll most előttünk, ami igényli is az együttműködést a különböző szereplők között. Mivel az egyetemen vagyunk, nyilvánvalóan a városnak a első és talán legfontosabb partnere a Pannon Egyetemmel való még szorosabb, még jobb együttműködéseknek a kialakítása, és én ettől is ebben az együttműködésben is sokat várok a 2017-es esztendőtől.
A város és az egyetem tehát sikerre vagyunk ítélve meggyőződésem szerint, de csak akkor, hogyha ismerjük a másiknak a problémáit, kellő nyitottsággal fordulunk egymás felé. Szerintem erre nagyon sok jó példa volt az elmúlt időszakban. És a Pannon Egyetem, amit kialakított az elmúlt évtizedekben, az egy nagyon fontos erőt képvisel. És az egyetem, meg a városnak a gondolkodása is nem egy közigazgatási határon belül képzeljük el jövőnket, hanem egy sokkal nagyobb térségben. Nem véletlen, hogy az egyetem segítségével, közreműködésével a Pannon Városok Szövetségét létrehoztuk, egyfajta hálózatot próbáltunk kialakítani, és ennek a hálózatnak egy nagyon fontos eleme a keszthelyi képzés. Egyrészt nagyon fontos szereplő magán a városi együttműködésen belül, és természetesen a Pannon Egyetemnek a portfóliójának is egy nagyon meghatározó eleme, úgyhogy én a rendelkezésemre álló minden eszközzel küzdeni fogok azért, hogy a jelenlegi struktúra az ugyanolyan erős legyen, mint amit ma tapasztalunk.